fújjatok le, és ne gyertek az ablak közelébe. Hányan lehetnek, papa? Eddig 5-öt számoltam. Puska! Gyorsan, kifelé a házból! Nyugodj meg, Eliza, már nincs semmi baj. Nem sebesült meg senki? Minden rendben, nagyon köszönjük. Úgy látom, az inge csupa vér. Hát semmiség, csak a húst érte. Mutasd, Jézus Mária. Sajnálom, hogy a házukat nem tudtuk megmenteni. A nevem Harlow, James Harlow. Ha jól értettem, az indiánok magát hosszú puskának nevezték. Igen, de sólyomszemnek is hívnak. Ő pedig az én indián testvérem, Csingacsgok. Összeeszkábálunk egy kis kunyhót, ahol meghúzhatják magukat néhány hétig. Mondd, mit jelent az, hogy hosszú puska? Hosszú puska? A huronok így hívják sólyomszem. Miért menekülnek előle az indiánok? Mert sólyomszem és Csingacsguk, akik itt élik le életüket a vadonban, az olyan szegény embereket, mint mi, megvédik a veszélytől. Gyerekkoruk óta együtt vannak. Azt beszélik, hogy az indiánnak volt egy fia. Hosszú időn át hármasban éltek az erdőben. Amikor 1757 nyarán a franciák ostrom alá vették a George-tó partján álló angol helyőrséget, a William Henry erődöt, a huron indiánok szövetségre léptek a francia hódítókkal az angol gyarmatosítók elleni harcban. A túlerővel szemben az angolok helyzete óráról órára reménytelenebbé vált. Amióta Braddock vereséget szenvedett, ez a terület hemzseg a huronoktól és a francia katonáktól. Be akarják fészkelni magukat a brit települések szívébe. Átkozott huron ördögök. Több emberünket mészárolják le, mint Montcalmarki csapatai. Engedelmével, uram. Többször is kértem erősítést, hogy kifüstölhessük ezeket az átkozott huronokat. Kíváncsi lennék, Hayward őrnagy, honnan a csutából akarja előkeríteni ezeket a vadembereket? Még soha nem láttuk egyetlen egyet sem közülük. A vadonban minden egyes fűszálat ismernek. Elvégre ez mégiscsak a huronok szülőföldje. Okosak. Ravaszak. Könyörtelenek. Kora, szerinted hogy lehet egy bőröndre való ruhát belegyömöszölni egyetlen táskába? Nem akarlak elkeseríteni, de sehogy. Na de ezeket a holmikat nemrég rendeltem Londonból. Alice, igyekezz, drágám, sietnünk kell. Igen, igazad van. Duncan már biztos türelmetlen. Jól hallom. Duncant mondtál? Vagyis hát Hayward őrnagy. Ó, siess már, elkésünk. Ha az erősítés nem jut el időben a William Henry jelöltbe, attól tartok, hogy Marrow ezredes kutyaszorítóba kerül. Én átvezetem a csapatokat, tábornok. Nem maga vezeti őket, őrnagy. Én vagyok a parancsnokuk. Más megbizatásom van az ön számára. Kellemesebb.
Személyesen kíséri át az erődbe Marrow ezredeshez a lányait egy másik útvonalon. A felől semmi kétségem, hogy biztonságos útvonalat fog választani. Annál is inkább, mivel úgy tudom, gyengét szálak fűzik a kisebbik lányhoz. Ha nem tévedek, Elisehez, ugye vár. Őrmester! Küldje be Maguát. Adok maguk mellé egy indián vezetőt. Ismer minden rejtett ösvényt, amely az erődhöz vezet. Őrnagy, ez itt Magua. Magua! Rögtön indulunk, ahogy a hölgyek elkészült. Őrnagy úr! Elővezetem a lovakat. Őrnagy úr! Őrnagy, ugye Hayward őrnagyhoz a szerencsém, az én nevem Gamet. David Gamet. Megtudtam az általam nagyra becsült vettábornoktól, hogy önök a William Henry erődbe indulnak, és mivel magam is arra felé tartok, szeretném megkérni, hadd mehessek magukkal. Hamarosan katonák indulnak az erődbe. Kövesse a hadoszlopot. Nagyon kérem, őrnagy, tudja, már 2 hete jelentkeznem kellett volna új állomás helyemen a William Henry erődben. Végeredményben kicsoda ön? Uram, a lelkek megmentője és énekmester. Mr. Gamet, már így is elég nehéz helyzetben vagyok. 2 fiatal hölgyet kell elkísérnem az erődben. Nem hiányzik, hogy a nyakamba vegyek még egy énekmestert is. Igazán sajnálom. Ugye téves az a feltételezésem, hogy webtábornok az ön javaslatára bízott meg ezzel a feladattal? Nem is tudom. Talán tényleg tettem rá némi célzást. Őrnagy, fenyeget bennünket valamiféle veszély útközben? Miss Cora, biztosíthatom önt, hogy minden tőlem telhetőt el fogok követni annak érdekében, hogy mindketten sértetlenül jussanak el édesapjukhoz. Köszönjük. Az érzésem, nem vagyunk egyedül az erdőben. Én semmit sem hallok. Csak a levelek suhogását és a víz csobogását. Micsoda fületek van nektek, mohikánoknak? Akármibe fogadni mernék, hogy mielőtt a világra jöttél volna, már az anyád hasában meghallottad a teknős béka hangját is. Csingacsgunk! A fiad akkor az ajcsap, hogy még egy medvét is felébresztene a téli álmából. Sólyom szemfüle olyan éles, akár egy mohikáné. Bárcsak igazad lenne. Unkász, örülök, hogy visszatértél hozzánk. Nehéz idők köszöntenek ránk, apám. Idegen mokaszinnyomokat láttam az erdőben. Huronok. Azért tolálkodnak itt, mert skalpot vagy zsákmányt akarnak szerezni. De vajon kitől? Jobb, ha ennek utána nézünk. Egy lovas követ bennünket. Gyorsan, oda a bozótba. Thank you.
Őrnagy úr, mély alázattal kérem, bocsásson meg nekem, hogy ilyen váratlanul ide pottyantam. Megmondaná, hogy az ördögbe került ide, uram? Nos, hát tudja, uram, hogy elősök a William Henry erődbe, nem volt más választásom, mint észrevétlenül követni önöket. Mr. Gamelt, maga önkényesen határozott. De hát meg kell értenie, őrnagy úr, a William erődben vagy 15 telepes gyermeke várja, hogy végre megismerhesse a szentkönyv szavait. És hogy a zsoltár éneklés nemes művészetére megtanítsam őket, mert üdítőleg hat a testre és a lélekre egyaránt. Biztos vagyok benne, hogy ön nem akarja megtagadni tőlük az üdvösséget. Ó, Duncan, kérem engedje meg, hogy velünk együtt tegye meg az utat. Alice! Nos, nem utasítom vissza. Mivel ha magára hagynánk, azt hiszem, Mr. Gametot komoly veszély fenyegetni. Oh. Jobb, ha csatlakozik hozzánk. Köszönöm, Duncan. Nagyon hálás vagyok önnek, őrnagy. De jól jegyezze meg, uram. Nem szeretném, ha ő még jobban megnehezíteni a helyzetemet. Ó, efelől egészen nyugodt lehet, biztosíthatom, hogy nem lesz velem semmi gondja. Oh, hol a kengyelem? Hálával tartozom önnek, Miss Monroe. Alice. Az én keresztnevem David. Valakitől azt hallottam, hogy az indiánok úgy szoktak jelezni egymásnak, hogy az erdei madarak hangját utánozzák. Erről bizony már én is hallottam valahol. Ími, mely jó és mely nagy gyönyörűség, az atya fia közt. Nem érti, azonnal hallgasson, teljesen elment az esze. Bocsásson meg, tudja, őrnagy, amikor még fiatal lelkész voltam, egyik idősebb hittársam azt tanácsolta, mindig dalban fohászkodjak, mert az Úristen azt jobban meghallgatja. Ezért hát azóta, ha valami nagy félelem szorongatja a torkomat, ösztönösen belekezdek egy szent énekbe. Igazán ösztönösen, de erről sajnos nem tehetek. Ha ezzel a nyakunkra hozza a huronokat, akkor nem csak a félelem fogja szorongatni a torkát. Na gyerünk, indulás! Hamarosan Hayward őrnagy is gyanakodni kezdett indián vezetőjükre. Magua! Nem tart tovább 8 óránál az út a William Henry erődbe. Most már több mint 9 órája, hogy elindultunk. De az erődnek még mindig a színét sem lehet látni. Az egyenes út valóban rövidebb. De az egzugos szűkös fényeken biztos, hogy elveszítik a nyomunkat. Várjanak meg itt! Előre megyek, körülnézek egy kicsit a környéken. Maradjon ott, ahol van, uram! Csak nyugalom, semmi ostobaság, nincs oka tartani tőlünk. Akkor miért bujkálnak az erdőben? Mert szeretjük a meglepetéseket. Ha nem veszi tolakodásnak, megmondaná, uraságod, mit keres itt ezen az elhagyatott ösvényen? Egy kis csoporttal a William Henry erőt felé tartunk. De azt hiszem, az indián vezetőnk eltévedt. Egy indián, aki eltévedt az erdőben? Hát nem tudja, hogy az erődbe olyan széles és kényelmes út vezet, mint amilyen Londonban a király palotája előtt van? Melyik törzsből való a maguk indiánja? Úgy tudom, a huronok közül származik, de már régen a mohók indiánokhoz szegődött. Ha egy indián huronnak születik, az is marad. És maga kicsoda? Honnan tudjam, hogy maga valóban angol, nem pedig ellenséges francia kém? Tiszti becsület szavamat adom. Ó, akkor hát meg tudom mondani, mi a neve a 60. ezred parancsnokának? Ennél mi sem könnyebb. Én vagyok a 60-asok parancsnoka. A nevem Hayward. Ó, testvéreim. Ezek szerint egy fontos vöröskabátos személyiség áll előttünk. Bocsásson meg, még be sem mutattam önnek Mohikán barátaimat. Chingachgook és a fia Uncas. Akkor hát maga lenne az a híres vadász, akiről annyit mesélnek. A legendás Hawkeye őrnagy. Sólyomszem, csak egyszerűen sólyomszem. Szeretnék a szemek közé nézni a maga eltévedt indiánjának. Még mindig se híres-e hangva az őrnagynak? Semmi. Magua? Nagyon kérem, próbálja megkeresni Hayward őrnagyot. Lehet, hogy eltévedt.
Vajon mi a csuda ütött ebbe? Az indián úgy elrohant, amikor megpillantotta magukat, mintha kísérteteket látott volna. Látták, merre szaladt? Belevetette magát a sűrűbe, arra ment. Nem is kellett a szemébe néznünk, már is kiderült, hogy igaz ember. Az indián kísérőjük neve Magua, a Huron harcosok egyik legvadabb vezére. Ha visszahívodunk azt. Nem hiába kapta a ravasz róka nevet. Nekünk vannak lovaink. Miért nem veszük üldözőbe? Eredjen csak nyugodtan a nyomába, ha azt akarja, hogy magába vágjanak néhány tomahawk. Oh. Belátom, igaza van. Csak hogy én... Senkitől nem tűröm el, hogy becsapjon. Különösen nem egy indiántól. Pedig most le sem tagadhatja, hogy pont egy indián szedte rá, méghozzá jó alaposan. Sólyomszem, engedje meg, hogy bemutassam Marrow ezredes leányait, aki egyébként a William Harry erőt parancsnoka. Ez itt Miss Alice. Miss Cora. És az az úrod pedig Mr. David Gamet. Nagyon örvendek. Ők meg az én indián testvéreim. Chingachgook és a fia Uncas. Indián testvérem Uncas aggódik a hölgyek biztonságáért. Az a véleménye, hogy Magua bizonyára összeszedett csapat Huront és üldözőbe veszi magukat. Elvezetjük önöket a rejtek helyükre. Gondolja, hogy ez a kenu elbír ötünket? Csak a hölgyek és Mr. Gamet mennek csónakkal. Maga és én vontatjuk fölfelé az ár ellenébe. Chingachgook és Uncas a lovagat vezetik, és a túloldalon csatlakoznak hozzánk. Mr. Gamet. Az összes tartalék puskaporunkat az orba rejtettük el. Nagy bajban lennénk, ha valami véletlen folytán a kenu felborulna. Ha lehetne óvatosabban, jó? Menjek már. Ez a nagy nyugalom csak pillanatnyi illúzió volt. Sólyomszem ezt nagyon jól tudta. De a hölgyeket semmiképpen sem akarta halálra rémiszteni. Hol vagyunk? A mohikánokkal vagy egy tucat ilyen búvahelyet készítettünk. Akad itt sózott hús, tűzifa, érezzék magukat otthon. Leszámítva, hogy egy kisé talán túlsós, igazán ízletes ez a hús. Mi ez? Medve. Könnyen meg lehet, kisasszony. Hogy a medvének is pont az lenne, ha véleménye, miközben az ön húsát ropogtatná. Ritkán látni az indián harcosok között ilyen büszke és nemes tartású férfit. Mintha nem is vadember lenne. Miss Monroe, azok között is akadnak vademberek, akik bársonynadrágban feszítenek. A külső nem számít. Annyi rémtörténetet hallottam az indiánokról. Kegyetlen kínzások. Skalpolás. A legtöbb indián törzs nem gyakorolja ezeket a durva szokásokat. Egyébként a barbárságot a franciáktól és az angoloktól tanulták. A fehér ember szoktatta rá az indiánokat a skalpolásra, mert tudták, hogy minden skalpért, ami a fehérek ellenségétől származik, pénzt kapnak. Az angolok soha nem vetemednének ilyen gyalázatos tettekre.
Nem ártana, ha megtanulná a történelmet. A skalpolás Európából származik. A fehérek már korábban is űzték, jóval azelőtt, hogy megtanították rá az indiánokat. Azt ajánlom, térjenek nyugovóra. Kora reggel indulnunk kell, még mielőtt a huronok felébrednek. A hölgyeknek majd puha levélágyat készítünk ott a sarokban. Egy kicsit felmelegszenek. Vajon mi ütött belé? Fiatal mohikán barátom tőle szokatlan megtiszteltetésben részesíti önöket. Hogy érti ezt? Harcosok sohasem szolgálnak ki nőnemű lényeket. Köszönöm, Uncas. Milyen szép tarisznya. Mivel haragítottam magamra? Egy indiánnak a bőrtáskája szent dolog. Senkinek sem szabad megérintenie. Még Chingachguknak, a saját apjának sem. De hát miért? Ha egy ifjú mohikánt a harcosok maguk közé fogadnak, egy időre elrejtőzik az erdőben, hogy mindenféle tárgyakat keressen, amiknek később a hasznát veheti. Számára ezek szent dolgok. Elrejti őket az élet zacskójában. A legenda szerint megvédik a gonosz szellemektől. Ezt a tarisznyát bizony nehezebben tudnánk megszerezni tőle, mint a skalpját. Köszönöm. Most pedig, hölgyem, szeretném, ha megpróbálna egy kicsit aludni. Bátor és óvatos harcosok. Az indiánokat nem látni kell, hanem megérezni. Fehér ember számára ismeretlenek a vadon rejtelmei. Csak is egy indián tud bizonyos jelekből következtetést levonni. Semmi oka aggodalomra. Aludjon nyugodtan, őrnagy. Uncas, Sólyomszem és Chingachgook egész éjjel virrasztottak, de a reggel újabb veszélyt hozott számukra. Magua és harcosai felfedezték a lovak rejtek helyét a folyóparton. Azon mesterkedtek, hogy bekerítsék az állatokat. Ez az üvöltés. A huronok megtalálták a lovainkat. Próbáljuk meg feltartóztatni őket. Nem szabad, hogy bekerítsenek bennünket. Át kellnek a folyón. Nincs vesztegetni való időnk. Mindenképpen vissza kell szorítani őket. Ne mozduljanak innen. Nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Újjon le! Híres mohóknak itt indiánya Magua.
Talán sikerült elriasztani őket. Ne, a huronok sohasem fordulnak vissza skalp nélkül. Az a ravasz róka magua biztos forgat valamit a fejében. Nézzétek! Huronok! A lőporos szarol Kenuban maradt. Lőpor nélkül pedig végünk van. Szemben mennek. Víz alatt esetleg leúszhatnánk a folyón, talán így rajta üthetünk az átkozottakon. Te itt maradsz, fiam. Én megyek sólyom szemmel. Apádnak igaza van, Unkász. Te rád itt nagyobb szükség lesz. Menjen vissza a barlangba, őrnagy. Puskapor nélkül a világ legjobb fegyvere is csak annyit ér, mint egy száraz kóró vagy egy levedlett szarvasarancs. Sólyomszemnek és Csingacsguknak egyszerűen nem volt más választása, mint a Kenu után menni. Magua kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy micsoda fegyver lenne a kezében, ha a Marró nővéreket fogjul ejteni. És alattomos tervétől semmi sem riasztotta vissza. Embereit megbízta, hogy kutassák fel a barlang másik bejárat. Erős váró! Én fogom megskalapolni magát, mielőtt a huronok ideérnek, ha még egyszer megnyitka. Világos? Ne félj, drágám. Nem lesz semmi baj. Ostoba voltam, hogy nem hagytam sorsára az erdőben. Ne mozduljanak! A huronok felfedezték a másik bejáratot. A mohikán kutya azt akarja, hogy a nők életben maradjanak. Jobban teszi, ha eldobja a tomahawkját. Indulás! Ne! 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 Már megmondtam az előbb. Egy órája ment el, hogy segítséget hozzon. Segítséget? A vörös kabátosok erődje nagyon messzire esik innen. Átadjuk magukat a franciáknak, még mielőtt a hold felkel. Kivéve őt. Énekmester. Egy ilyen sápadtarcúnak semmi hasznát sem vennék. Harcosok! Gyerünk! Én, uram, Istenem, benned bízom. Szabadíts meg engem, ó, uram! Mondja, miért kímélték meg az életemet ezek a pogányok? Mert azt hiszik, hogy maga a nagy szellem fia. Őrültnek tartják. Aha. Az őrülteket pedig nem szabad bántani. Ez a törvény. Rokonszenves törvény. Nem szabad nyomokat hagynunk magunk után az erdőben. Főleg lábnyomokat nem. Vegyék lacipőket.
A nőnemű lények is. Hová? Hagyjon, ne lökdössön! Miért nem jöhet velünk, Mr. Gamet? Nem hagyhatják itt kitéve minden veszélynek. Erős van! Büszkeség. Az az ostoba angol büszkeség. Pedig a népének semmi oka sincs rá. Amikor az angolok megjelentek, még engedélyt kértek, hogy kocsiaikat átvezethessék földjeinken. De hamarosan már nem kértek. Parancsoltak. És ha nem engedelmeskedtünk, a sáppatarcúak előtt megkorbácsoltak, mint egy kutyát. Erre olyan büszke? Most viszont az őszhajú vöröskabátos főnök lányain a sor. Nem sokára egy francia ostorcsapásait érezhetik a hátukon. A franciák civilizáltak. Nem hinném, hogy nőket kínoznának. Nem ismeri a sáppatarcúakat. Ha az apja nem hajlandó átadni az erődöt a franciáknak, hadvezérünk Montcalm már ki. És Magua, megtalálják a módját, hogy jobb belátásra bírják. Állj! Azt hiszi, hogy az angol büszkeségével szembe tud szállni egy indián harcossal. Cora! Mennyit fizetnek a franciák Maro lányának holtestéért? Cora, ne tegye! Cora! Vajon el fogják hinni? Hogy önkezemmel vetettem véget az életemnek. Vagy azt hiszik majd, hogy maga ölt meg. Bátorsága jutalmat érdemel. Végignézheti a húga haláltusáját. Cora! Tomahawkot! Az Isten szerelmére ne tegye! Vajon maga a mióta visel szoknyát? Csak nőkkel mer harcolni? Most sem hajlandó letenni azt a kést. Ne, nem akarom! Ne! Csólyom szem! Senki sem mozduljon. Cora, szabadítsa ki a többieket. Igyekezzem, Miss Monroe. Nincs vesztegetni való időnk. Uncas! Fedezékbe! Mindenki hasonljon le! Gyorsan! Magua megszökött. Belevetette magát a sűrűbe. Csak hadd menjen. Mit ér egy kígyó méregfogak nélkül? Cora! Nem szabad megnéznie, mit tesz bele a tarisznyájába. Vegye fel a cipőjét. Az erdő tele van huronokkal. Fogadok, hogy megint forgatnak valamit a fejükben. Elérhetjük az erődöt alkonyatig? Nem, de tudok egy helyet néhány mérföldnyire innen, ahol meghúzhatjuk magunkat éjszakára. Őrnagy, ha felvette a csizmáját, indulhatnánk is.
Mr. Gambett? Mr. Sólyomszem, Mr. Uncas, én annyira megijedtem, már azt hittem itt a vég. Előkerült a mi énekmesterünk. Nincs nélküle is éppen elég bajunk. Ön szerint ez a hely biztonságos? Kint a szabad ég alatt? Ez egy szent hely, őrnagy. A huronok nem jönnek egy nyillövésnyire közelebb. Hölgyeim, ennek a romnak a falai között menedéket találnak, bár tudom, hogy nem tűnik valami barátságosnak. Várjanak! Mostasság szokott érni az édesbogyó. Ha jól emlékszem, ott a hegylábánál rengeteg bokor van. Miért mondta az előbb, hogy ez szent hely? Ez itt egy temető. De számomra sokkal többet jelent. Tudja, amikor még egészen kisgyerek voltam, én és a családom ott éltünk fent a dombon. Volt egy húgom. Csuda aranyos kislány volt. Jenny Rose, így hívták. Hatalmas, sötét barna szemmel. Nyugalomban éltünk egész addig, amíg a fehér telek spekulánsok háborút nem szítottak a mohók és a mohikán törzsek között. Én akkoriban 11 éves lehettem. Amikor a mohók lemészároltak néhány telepest, a mohikánok rögtön oltalmuk alá vettek bennünket. Nos, ezután egy borongós hajnalon támadást intéztek ellenünk. Mindannyian. Mohikánok és telepesek együtt ide menekültünk, és egy erős házat építettünk szálfákból. Kis idő múlva, egy fagyos téli éjszakán sikoltozásra ébredtünk. Félelmetes csatakiáltással zúdultak le a hegyről. Vagy 500-an lehettek. Az arcuk zöldre festve, a testük harci színekben pompázott, vérszomjasan közeledtek. Mintha az ördög hadserege csapott volna le ránk. 40 napon és 40 éjjelen át dúlt a harc ezen a helyen. És amikor véget ért, százával feküdtek a holtak. Saját két kezemmel segítettem eltemetni őket ide. Csak hatan maradtunk életben. Két fehér asszony, egy vakpatkoló kovács, jó magam, a mohikán főnök és a fia. Csingacsguk és Uncas. A többiek pedig itt alusszák örök álmukat, ennek a hegynek az árnyékában. Elköltöztek a boldog mezőkre. Itt nyugszik a kis Jenny Rose is a csodás barna szemeivel. Yeah.
Húzódjanak a sarokba, gyorsan! Nézem, százan lehetnek, vagy talán még többen is. Feldühödve, vérszomjasan közelednek. Ön szerint tudják, hogy itt vagyunk? Aggodalomra semmi ok, nem merészkednek a szent temető közelébe. Roppantul tisztelik a halottakat, mivel félnek a nagy szellem kegyetlen bosszújától. Jól sejtettem, valami nagyszabású dologra készülődnek. Ha sikerül eljutnunk az erődbe, ott biztonságban lesznek. Próbáljanak meg aludni. Hajnalban indulunk. Maradjanak mindig a fák árnyékában. Nagyon kockázatos vállalkozás volt keresztül vágni az erdőn, amely hemzsegett a bosszú vágytól fűtött indiánoktól. Sólyomszem jól tudta, hogy ha a Marró lányokat sikerül túlszulejteniük, az könnyen a William Henry erőt feladásához vezethetne. Sólyomszem! Milyen messze vagyunk még az erőttől? Egy kis szerencsével és a mindenható segítségével talán 2 óra múlva odaérünk. Unkász a kis csapat előtt haladt, fürge léptekkel, hogy felderítse a terepet. Hamarosan bizonyossá vált előtte, hogy a huronok komoly előkészületeket tesznek a William Henry erőd lerohanására. Menjenek be a bozótba! Mindkét oldalról körül zárták a huronok az erődöt. Szóval így állunk. Meg akarják támadni a William Henry erődöt. Minél előbb értesítenünk kell Marró ezredest. Nincs sok esélyünk. Jó kis kutyaszorítóba kerültünk. Ha teljesen körülvették az erődöt, nehéz lesz átcsúsznunk a gyűrűjükön. Miért? Ön talán tud valami más megoldást? Beszélnem kell Unkászal egy Csingacsgukkal. Ember erre most nincs időnk. Egyszerűen adjon nekik parancsot. Ha nem látná, én nem viselek tiszti egyenruhát. Eszemágában sincs parancsokat osztogatni Mohikán testvéreimnek. És nem gondolja, hogy meg kellene hallgatnunk a véleményüket, ha már a bőrüket kockáztatják? Kérlek, Duncan, ők csak segíteni akarnak nekünk. Rendben van, őrnagy. A két Mohikán meg én előre megyünk, és elcsaljuk a huron csapatokat nyugat felé. Ahogy meghallják a csataüvöltést, azonnal elindulnak az erőd irányába. Csataüvöltés? Mire gondol? Tudja, amikor a huronok szabad folyást engednek a vérszomjuknak, iszonyatos hangokat adnak ki. Olyanok, mint egy farkascsorda. Sólyomszem, szeretném, ha egy szóval csak azt akarom mondani, hogy nagyon hálás vagyok. Nem pont ön mondta az imént, őrnagy, hogy nincs vesztegetni való időnk? De igen. Jöjjenek, hölgyeim. Rejtőzzünk el a sűrűben. Maga is jöjjön, uram.
Akkor siessek! Tőlük származnak. Ez itt az énekmester lábnyoma. Az pedig ott a fekete hajú lányé. És mindenfelé mokaszin hagyta nyomok. A huronoknak sikerült elfogni. Nézzétek, patanyomok. Lovon mentek tovább észak felé. Leszállni. Húzza le a csizmáját. Vegye a hátára a gonosz szellemek fiát. Gyerünk. Higgy el, őszintén sajnálom, hogy már megint a terhére kell lennem őrnagy. Maga egy istenverése, Mr. Gamet. Egy istenverése. Fel a lovakra!
Még mindig nincsenek lőtávolon belül? Nincsenek. Biztos? Megvárjuk, amíg mellénk jönnek, aztán befordítjuk őket a vízbe. Az északi utat választották, hazafelé tartanak Kanadába. A Hudson folyó és a tábor között haladnak. Ez itt a Bancsuk vadászmezője, és régebben itt tanyáztak a delavárok is. Közelednek! Húzd meg! Mindjárt utolérnek minket! Gyorsan! Ugorjatok a vízbe! Hová tűnt Unkas? Végre előkerültél. Nincs vesztegetni való időnk. Ha az angolok meghátrálnak a franciák elől, a huronoknak nem lesz szükségük a foglyokra. Le fogják mészárolni őket. Meg kell találnunk a nyomokat. Nem beszédes nyomok. Csak azt bizonyítják, hogy valóban itt haladtak el. Az ott az őrnagyé. Ezek észak felé mennek. Azok pedig keletre. Tehát jól sejtettem. Hazafelé vették az útjukat. Hogy üldözőit megtévessze, Magua a foglyokat két csoportra osztotta. A férfiakat északra küldte a huronok táborába, a nőket pedig keletre vitte a delavárok tábor helyére, Tamenund főnökhöz. Az emberi lábnyomok itt véget érnek. Lóháton vitték őket tovább. Hárman azon az úton mentek, a többiek abba az irányba. Lehet, hogy csak minket akartak megtéveszteni. A legokosabb, amit tehetünk, hogy észak felé folytatjuk utunkat. Alice! Alice! Könyörgöm, ne szakítson el egymástól bennünket! Nem lehet ennyire kegyetlen! Szörnyeteg! A huronok tábora valahol itt van. Füstszagot érzek. Lovasok tartanak a hegy felé.
hogy azonnal engedjék. Én viszont láthatja, visszatérek a harcosaimmal. Ikréde. Asszonyom? Nézzétek, a vörös kabátos és az énekmester. Mindenképpen ki kell szabadítanunk őket, mielőtt még a harcosok visszatérnek. Kérem, nem érti? Hagyja abba! Legyen szíves, hagyja őt békén! Legyen szíves, hölgyem, hagyja őt békén! Mielőtt ezek a sátánfajzatok kikötötték magát, benedvesítették a szarvasbőr szíjat. Most, hogy megszáradt, olyan kemény lett, mint a bilincs. Valahonnan kerítenem kell egy kést. Mr. Gamet, megkérhetném, hogy legalább most hagyjon békén. Menjen el innen. Mentse a bőrét. Ne aggódjon, majd csak kitalálok valamit. Asszonyom! Jó szorosan! Lábra tud állni? Megpróbálom. Csak hadd térjek magamhoz. Most már megvolt az előbb. Összekötöm a sarkát. Segítsen az őrnagynak. Megyek. Persze, nyugalom, ne féljen, őrnagy. Majd én feltartóztatom. Te vajvas! Meghalt. Az életemet köszönhetem neki. Emelt fővel kopogtathat a mennyország kapuján, Mr. Gamet. Lukasz.
Ami azt illeti, nincs valami jó színben. Semmi bajom. Hol van az énekmester? Meghalt. Nyugodjon békében. Mi történt Elisszel? Elisz! Duncan! Duncan! Bántalmazták? Nem. Ó, hála Istennek. Miss Monroe, hol van a nővére? Egy szomszédos törzsre bízták. Milyen messze lehet innen? Nem tudom. Úgy 2-3 órányira. Unkas! Kora talán már nincs is életben. Miért volt erre szükség? Miért hagyták ott egy másik törzsnél? Ez a huronoknak egy régi trükkje. Szétválasztják a foglyokat, hogy a szerencsétleneket még jobban megrémítsék, és nehezebben lehessen őket megtalálni. Miss Monroe, próbáljon visszaemlékezni. Milyen harci színeket viseltek? Van ott egy öreg főnök. Úgy rémlik, hogy fehér tollakat visel, és olyan harci dísz, mint Unkaz, és egy teknős béka van a mellére festve. Ilyen? Igen, pontosan ilyen. Delavárok. A jó Isten a mi oldalunkon áll. Delavárok? Ezt nem egészen értem. Tűnjünk el innen, amíg még megvan a skalpunk. Gyerünk! Amikor megérkeztek a delavárok táborába, Sólyom szem abban reménykedett, hogy kora kiszabadításában segít majd a rokoni kapcsolat, ami a delavárokat a mohikánokhoz fűzi. Csingacsguk apja és a bölcs, nagyhírű delavár főnök Tamenund testvérek voltak. Mindkét bátor főnök ereiben a teknős béka vére folyt. Miért keresi a sápadtarcú és az angol őrnagy azt a foglyot ellensége táborában? Tamenund főnök, békés szándékkal jöttünk ide, hogy fontos dolgokról beszélgessünk, és nem véletlen, hogy pont hozzád, a delavárok büszke főnökéhez. Te vagy hát az a harcos, akit a huronok hosszú puskának hívnak. Több más istentelen nevet is rám ragasztottak a huronok. Mi az oka annak, hogy ez a két indián társadul szegődött? Ezek nem huronok. És nem is irokézek. Tamenund főnök. Azért jöttünk, hogy néped vére újból egyesüljön ősei törzsének vérével. Elhoztuk a haldokló sashoz a felkelő napot. Régóta nincs olyan magja a delavároknak, amely növekedne. Én vagyok az utolsó. Ez itt Unkas. Csingacsguk fia és a szent teknős béka Unamis unokája. Törzsének pár duca, és én azt hittem, hogy a mohikánok nincsenek többé. Eltávoztak az örök vadászmezőkre. Hidd el nekem, bölcs főnök. A gondviselés mentette meg őket. Életem hajnalán láttam, hogy a sápadtarcú a kárnyéka ránk vetődik. Később kiroslott testvéreink vérétől mindenkit lemészároltak, aki útjukba esett. És egyedül én, Tamenund maradtam meg. De most, mikor elérkezett életem alkonya, végre nyugodtan hunyhatom le a szemem. Mert Csingacsguk lép örkömbe, és Unkas, akit gyermekei követnek majd. Köszönöm Manitunak, hogy van, aki átveszi helyemet a tanács tüzénél. Menjünk! Nőket nem engednek be, amíg tanácskoznak. Várjon itt. Unkas.
Csingacsguk, foglaljátok el jogos helyeteket a tanácsban. Nagy lakomát csapunk. Lesz kukorica, friss hús, és énekelünk. Ez a mai nap örömünnep számunkra. Tamenund főnök. Úgy tudjuk, van itt egy fehér nő. Vérszerinti testvére annak a lánynak, aki velünk jött. Na és aztán? Az a lány angol, enged szabadon, hadd térjen vissza népéhez. Azt a fehér nőt fogjul ejtette a huronok főnöke Magua, a ravasz róka. Azért bízta a harcosaimra, hogy őrizze. A lányt elrabolta. Nyugalom, őrnagy. Hosszú puska már elég régóta él együtt Mohikán testvéreimmel. Ismernie kell a törvényt. Magua egy gyáva féreg és becstelen. Nincs joga ahhoz a lányhoz. Ezt nem az én dolgom eldönteni. Nekem vissza kell adnom a fehér lányt Maguának, ha ő úgy kívánja. Meg fogja ölni. Nem dobhatja oda annak a vadállatnak. Őrnagy, nagyon kérem, csillapodjon. A bölcs Tamenund főnök helyesen beszélt. Nem adhatja át Marro ezredes lányát nekünk. Uncas, te is tudod, hogy ez így van. Tamenund főnök, láthatnánk őt? Oda kísérlek benneteket. Elis! Óra! Ó, Elis! Óra! Azt hittem, mindannyian meghaltatok. Minden rendben, drágám? Igen. Nagyon emberségesek velem. Ők nem olyanok, mint a huronok. Most már ne sírj. Inkább örülnöd kell. Nem engedik, hogy velünk gyere. Hogyan? Valami ostoba indián törvény. Ne ítélkezzen olyan dolog felett, amit nem ért, őrnagy. A civilizált emberek nem adnának vissza egy foglyot az elrablóiknak. Ami azt illeti, én már hallottam hercegekről és hercegnőkről, akiket elraboltak és akaratuk ellenére egy másik országba vittek. Csak ezt számüzetésnek nevezték, emberrablás helyett. De hiszen ezek itt vademberek. És kik állítják ezt? Az angolok, akik lopásért levágják a benszülöttek kezét, vagy a franciák, akiktől a legvadabb kínzásokat tanulták? A szavakat mindig azt szerint kell értelmeznünk, hogy ki mondja. Sajnálom. Én is sajnálom, őrnagy. És sajnálják a delavárok, irokézek, a mohók és valamennyi indián törzs, akinek végig kell nézniük, hogy fosztják meg népüket földjeiktől, és hogy szorítják őket egyre beljebb az erdőkbe, idegen vadászmezőkre, terméketlen vidékekre, és mindezt civilizált emberek teszik. A fogjaimért jöttem. Csak egyetlen foglyod van itt. Mindegyiket én ejtettem fogságba. Ismerem az ősi törvényt. Azt viheted magaddal, ami a jogos tulajdonod. A többi sápadtarcú is velem jön. Ezért fizetni fogsz. A véreddel. Adjátok ide a rátok bízott nőt. Ne avatkozzunk oda, őrnagy! Ha beleavatkozik, a delavárok ellenünk fordulnak. Semmit sem tehetünk. Sólyom szem! Miss Munro, kérem, jól figyeljen rám. Most velük kell mennie, de ne féljen. Mi nem hagyjuk magára. Kiszabadítjuk, erre megesküszöm. Büszke huron főnök, ezzel a fehér lányjal fog dicsekedni törzse előtt, ha beköszönt a fagyostén. Uram, még mielőtt lebukik a nap a hegyek mögé, üldözőbe veszünk. Elis! Thank you.
Maradjanak itt. Magua nem ostoba. Ravasz és gonosz. Csapdába heti őket. Munkász átvág az ösvényet. Csak még időben odaérjünk. Jaj, könyörgöm, engedjen el! Hagyjanak! Hagyjanak! Jaj, ne szorítson, ez fáj! Várj, csapdába csalnak és megölnek. Az én okos fiam ilyen hamar elfeledkezett volna fehér testvérünk bölcsességéről? Az a Huron Róka valami aljas tervet forgat a fejében. Lehet, hogy az összes emberét elrejtette a szemközti sziklák között, de az is elképzelhető, hogy kétfelé osztotta a seregét. Szerintem harcosaiból két csapatot szervez. Egyiket a völgyben helyezi el, másikat pedig a hegyre küldi. Ez valóban lehetséges, Uncas. De hűtsd le forró véredet, és ne dönts el hamarkodottan. Thank you.
vezérlány meghal. Ez bosszút álltam, érted? Miért hagytál el bennünket, népünk büszkesége? Útban vagy az örök vadászmezők felé, de 100 huron jár előtted, hogy eltávolítsa a tüskéket utadból. Aki a harcban látott téged, nem hitte volna, hogy te is meghalhatsz. Lábad olyan volt, mint a sas szárnya. Karod olyan súlyos, mint a fenyőfa lehulló ágai. Hangod olyan, mint Manitué, amikor a felhők között mennydörög. A legbátrabb harcosok tisztítják meg utadat a nagy szellem birodalmában. Nyelvem gyönge, szívem nehéz.
az életemnek immáron vége. Egyedül vagyok. Uncas, miért hagytál magamra? Máró ezredes üdvözletét küldi, őrnagy úr. Már 2 teljes napja keressük önt és az ezredes leányait. Az ezredesnek sikerült visszaverni a franciák támadását? Sajnálom, uram. De a William Henry erődöt elfoglalták. És az apánk életben van? Igen, kisasszony. De a többieket, a katonákat, a telepeseket, a nőket és a gyerekeket, amikor elhagyták az erődöt, lemészárolták a huronok. Uram, ha ön és a hölgyek készen állnak, az Edward erődbe kísérjük önöket. Még egy pillanat, őrmester. Uram? Megfelelő szavakat, hogy kifejezzem hálánkat. Erre igazán nincs is szükség, őrnagy. Most vajon mi lesz szegény Csingacsgukkal? Egy mohikán néhány perc alatt eltemeti halottját. De sokszor feljön még a nap, amíg fájdalmát eltemeti. Bolyong a hegyek között, amíg elég erős lesz, hogy lejöjjön. Aztán mindketten visszamegyünk, és megpróbáljuk megtalálni, amit elvesztettünk. Megmondaná, mi az? Béke. A béke, őrnagy. A legnagyobb kincs, amivel az ember rendelkezik. Csingacsguk és én segíteni fogunk azoknak, akik a békéért harcolnak. Sok szerencsét, őrnagy. Isten önnel, uram. Viszontlátásra, hölgyeim. Sólyom szem. Köszönjük.